Hekkeltek már meg? Ugyanazt a jelszót használod évek óta az összes loginodhoz. A digitális biztonság egy valós probléma. Pontosan biztosítani a digitális adatainkat, főleg a jelszavainkat, sosem volt olyan fontos, mint ma. Az adatainkat, főleg a privát adatainkat biztonságba tartani, miközben egyszerűen hozzá tudunk férni, pontosan erről fog szólni ez a videó. Ma arról fogunk beszélni, hogy mi az én alkalmazásom, amit minden jelszavam kezelésére és védelmére használok. De tovább megyek ezen, ugyanis javaslom neked is, hogy nézd végig a videót, mert meg fogom mutatni nyilván a nagyon király funkcióit a OnePassword-nek, olyanokat, amikről lehet, hogy nem is hallottál, de a videó legvégén egy nagyon különleges dolgot fogok neked megmutatni, úgyhogy mindenféleképpen nézd végig. Na, vágjunk bele, nézzünk meg mindent, amit a OnePassword-ről lehet tudni, de először intro. Vállalkozóként imádom azokat a sztorikat, amikor van valaki, rátalál egy valós problémára, és egy olyan megoldást talál, ami mindent megváltoztat és értéket ad. A két alapítója a OnePassword-nek 16 évvel ezelőtt pontosan ezt csinálta. Hosszú sztori röviden, az életünk egyre inkább digitalizálódik, és az emberek egyre komolyabban veszik a digitális biztonságot. Az a helyzet, hogy az egyik oldalon mindenki nagyon-nagyon lusta, szóval egy könnyen kezelhető, jól használható mód szükséges ahhoz, hogy védjük az adatainkat. Ez az alapfunkció. Ma már az, hogy egy biztonságos jelszót csináljunk, nagyon könnyű. De emlékezni rájuk, és még inkább hozzáférni egy kattintással, na ez az a kívás, amit a OnePassword nagyon jól megoldott, és egy zseniális felhasználói élvénybe csomagolt, és tényleg egy kattintással elérhető. Oké. Szóval alapvetően arra van szükségünk, hogy minden egyes jelszavunkat kezeljük, eltároljuk. De menjünk tovább, mert a digitális életünknek minden részéről lehet szó, a bankkártyáink, hitelkártyáink, az azonosítónkról, orvosi bármilyen leletekről, vagy szenzitív dokumentumokról. Mindezt meg tudod csinálni a OnePassword-ben, és nem csak a számítógépeden, hanem minden eszközödön. Úgyhogy nézzük meg! A legkirályabb dolog, amit szeretek a OnePassword-ben, az az, hogy nincs egy tanulási görbéje. Ami azt jelenti, hogy egyetlen egy jelszót kell megtanulnom, és minden más jelszóm és fontos információm védve van ezzel a fő jelszóval. Vagy, hogyha olyan eszközünk van, amivel valamilyen biometrikus megoldást használhatunk, például új lenyomat vagy Face ID, akkor ezzel is elérhetjük. Szóval, hogy elkezdjük használni, először is nyilván le kell tölteni az alkalmazást, de utána csak kezdjük el használni, elmentjük az információnkat a OnePassword-be, és pár hét után szinte az összes információnk ott lesz. Persze megcsinálhatnánk egyben az egészet is, de ahogy mondtam, én sokkal lustább vagyok, úgyhogy sokkal jobb ez a tanulási folyamat, hogy pár hét alatt mindent beintegráltam, és ott van egy helyen. Az egész operációnak és kezelésnek a központi részét tudják, hogy Quick Access, ami igazából egy ilyen irányító pult, olyan, mint a Google Search, bármit meg tudsz benne találni, az összes információt, és egy kattintással ki is tudod tölteni az adott szituációban. Egy fontos dolog, amit szeretnék itt kiemelni, az az autofill, mert ez a kitöltés nem csak a böngészőben, hanem az appjaidban, vagy bármilyen más helyen és az összes eszközödön is ugyanúgy működik. Egy másik nagyon király funkció, amiben tudom, hogy bízhatok, az a Watchtower. Azt a súlyt veszi le a vállamról, hogy figyeli, hogyha bármilyen gyengeség, vagy adatkiszivárgás van, vagy valahol mondjuk beállíthatnék egy kétfaktoros autentikációt, a Watchtower mindenről szól. Menjünk a következő nagyon különleges funkciója, ami a Travel Mode. Tulajdonképpen annyit tesz, hogy azokat a széfeidet, amit nem szeretnél magaddal vinni, amikor utazol, azt kiveszi. Szóval, hogyha valamilyen, reméljük sose történik ilyen, de valamiért mondjuk ellopják az eszközödet, vagy meghekkelik, vagy mondjuk megállítanak valamilyen átvizsgálásra, akkor csak azok a széfeid lesznek a OnePassword-ben, amiket bejelöltél arra, hogy utazás biztonságos, így nem kell amiatt aggódni, hogy mondjuk olyan információkat kérnek, hogy mutass meg, amit nem szeretnél.
Talán nem is kell mondani, hogy a nagyon magas fokú biztonság az, ami eladja a One Password-ot, de egy design szerelmesként muszáj beszélnem a felhasználó élményről, mert nagyon király, és ahogy mondtam, minden eszközöddel össze van szinkronizálva, tehát én Apple-ösként nem csak a MacBook-omon tudom használni, az ottani appokban vagy böngészőben, de az iPhone-omon és iPad-emen is. De, hogyha te Windows vagy Android, sőt még Linux-os felhasználó is vagy, a One Password ott is elérhető és azokon a platformokon is használhatod. Őszintén hiszem, hogy a digitális életünknek a biztonsága és rendszerezése baromi fontos. Éppen ezért kerestem meg a One Password-ot és csináltam meg számotokra ezt a videót. De itt nem áll meg a digitális életünknek a gondozása, ugyanis, hogyha például, hogyha egy Mac-ed van, akkor mindenféleképpen ajánlom a videót, amit mindjárt felrakok itt a végén, ugyanis a Clean My Mac X abban segít, hogy a számítógéped mindig a legjobban működjön, átnéz különböző dolgokat, duplikált fájlokat, vagy bármi ilyesmit. Amúgy meg a csatornámon rengeteg ilyen videózáshoz kapcsolódó dolgot is rakok ki, és hogyha mondjuk szereted a creamy b-rollos cinematikus videókat, akkor mindenféleképpen nézd meg ezt a másik videót is. De ez a videó ennyi volt, mielőtt elköszönünk egymástól, itt van a végső titok, amit mondtam, hogy elmondok. Ugyanis a One Password-del való kollaborációnak köszönhetően egy kedvezményt tudok neked biztosítani a feliratkozásodból, nem az én csatornámra, azt csináld meg, hanem hogyha náluk előfizetsz, link a leírásban van, a like-gomb alatt, amit amúgy, hogyha tetszett ez a videó, akkor nagyon megköszönöm, hogyha benyomsz. Ha tényleg tetszett a videó, akkor akár iratkozz is fel, hogyha még nem vagy, és nyomd be a kis csengőt is, kövess be Instagramon, rengeteg izgalmas tartalomról, vállalkozás, marketing, videókészítés, eszközök, úgyhogy egyet tudok ígérni, hogy biztosan tetszeni fog, remélem még találkozunk, nézd meg ezeket a videókat. Köszi, hogy itt voltál, szia!